Sziasztok, Fónagy Istvánnal, a főszervezővel beszélgetünk. Hát én ahogy elnézem, a 71 csapat nevezett, és olyan, hát én azt hiszem, hogy olyan több ezer embert látunk vendégül Vác városában, a Vác belvárosában, Vác a kultúra magyar városa, és szerintem méltóan megkaphatná azt a nevet, hogy Vác a fesztiválok városa. Én azt hiszem, hogy nagyon jó közösségi munkát végeztünk, a Vendégvárok Vác Egyesülete nem csak, hogy lecsófőznek, lecsó jellegű ételeket köznek, jöttek külföldről, hallottam német, angol, francia turistáknak a jó véleményét, egésznapos programmal bírunk, nagyon sok civil szervezet jött és állt az ügy mellé, hiszen az egész nap jótékony célról szól, egy beteg gyermeket támogatunk ebből a rendezvényből, és én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy egy nagyon-nagyon szép és látványos közösséget alkotunk. A jubileum alkalmából készültek a fesztiválra valami különlegességgel is? Igazán nem, mert fontos az emberi kapcsolatok szépség, hogy együtt vagyunk. Igazán nem akartam én olyan nagyon nagy arcokat hívni a rendezvényre, mert nincsen miért, mert tudjuk azt, hogy Vácot rengeteg olyan közösség van, olyan egyesület, olyan civil szervezet, akik méltóak arra, hogy egy ilyen rendezvény kapcsán föllépjenek. És önszántukból maguktól jöttek, szinte nem is kellett őket megkérni, hogy jöjjenek. És természetesen ma párosul a rendezvényhez egy civil bőze, ahol mindenképpen tud mutatkozni. És milyenek az idei ételek? Milyen az idei felhozatal? Hát igazán még nem kóstoltam, de amit kóstoltam, azt kell mondani, hogy a magyar gasztronómia az virághírű. És amellett, hogy nagyon finomak és nagyon jók, lecsó jellegű kategóriában hirdetünk majd díjakat, nem lehet szavakba kifejezni, maga az illatokat kell érezni, meg a látványt látni, hogy miről szól az egész. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a Vendégvárok Vác Egyesülete meg tudta szervezni. Köszönjük szépen, és találkozunk jövőre is a fesztiválon. Én köszönöm szépen. Kedi Csókolom, üdvözlök a nézőket. Egy teljesen hagyományos magyar lecsóval készültünk, nincs benne semmilyen furfang, amit lehet magyar ízekkel próbáltuk kombinálni. Egy háziasszony elmondása szerint kifejezetten jól sikerült. Nagy dicséretnek értékelem, hogyha egy idősebb hölgy ilyen véleménye van arról, amit itt közösen összehoztunk. És hogy érzik magukat a fesztiválon? Remekül. Már több alkalommal részt vettünk a Jobbik részéről ezen a lecsófőző fesztiválon. Bízunk benne, hogy ez a hagyomány folytatódni fog. Nagyra értékeljük, hogy a város ezt továbbra is folytatja. Nyilvánvalóan a legmaximálisabb támogatásunkkal mi nekünk is. És azt hiszem, hogy innen már csak a népen múlik, hogy minél jobban tudjuk magunkat érezni, rajtunk nem fog múlni, ez egészen biztos. Nagyon jól érezzük magunkat, és egy különleges lecsóval készültünk, aminek még nincs neve, ugyanis a zsűrire bízzuk, hogy adjon neki nevet. Szeretnénk, hogyha Váci lecsó lenne a neve, ugyanis ez most készült el először, ez egy töltött paprikás lecsó. És hogy érzitek magatokat a fesztiválon? Nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük szépen! Mi teljesen egyszerű tanyasi lecsóval készültünk, jó tavaszias, jó zöldséges, a teli paradicsommal, és jó megspékeltük egy kis kolbásszal, reméljük ízleni fog. És hogy érzitek magatokat a fesztiválon? Mi először vagyunk itt, új csapatként, mellettünk még van 60 csapat, úgyhogy rekordszámot döntött ez a rendezvény. Nagyon jól érezzük magunkat, kitűnő a hangulat, nagyon jó műsorok vannak, és hát nagyon sok érdeklődő is van, ahogy a háttér is mutatja. Mi egy klasszikus magyar lecsóval készültünk, úgyhogy füstölt szalonnával, füstölt házi kolbásszal, sőt, Mezőkeresztúrról különített szállított házi, kézzel darált piros paprikával készítettük a lecsónkat, ami különlegességünk, itt látszik a hátam mögött, valahol sajnos itt kell legyen mögöttem, kukoricalizből lepényt tálunk mellé és krumpli gombócokat. Ezzel leszünk más, mint a többiek, körülbelül ezzel. És hogy érzik magukat a fesztiválon? Nagyon jó a hangulat, nagyon jól érzik magunkat, és örülünk, hogy az egész tagok közösséget össze tudjuk kovácsolni egy ilyen főti rendezvény kapcsán. Én azt gondolom, hogy már évek óta ide járunk, nagyon jól érzi magát a csapat, és nagyon jó együtt lenni, beszélgetni, közösen főzni, és lehet azt is mondani, egy kicsit jó szórakozni, amire bizony az idősek között nagyon ritkán van lehetőségünk, úgyhogy ebből a szempontból ez az alkalom az egész intézménynek is egy nagyon jó alkalom a felszabadult szórakozásra. És milyen lecsóval készültek a vendégeknek? Hát mondhatjuk azt, hogy egyszerű, hagyományos parasztlecsóval,
füstölt kolbásszal és az alapanyagokkal a hagyma, paprika és a paradicsom. És fokhagymát is tettünk bele. Hát nagyon sok sikert kívánunk a versenyhez, és majd jövünk még erre, megkóstoljuk. Köszönjük szépen. Ja, és annyit még elmondanék, hogy mi a zsűri elé egy olyan különleges lecsót vittünk, hogy ezt a hagyományos lecsót palacsintába göngyöltük bele, és ilyen palacsintás, hagyományos lecsó az, amivel versenybe szálltunk. Mi egy speciális lecsót készítünk, cigány lecsónak hívják. Ez azért cigány, mert van benne egy különleges tészta, amit német Jennifer készített otthon, ezt mindjárt belekeverjük. Igazából egy normál lecsó alap, kolbászos történet, van benne egy kis paprika is, piros paprika mármint, és tök jó. Nagyon finom lesz, mindenki kóstolja meg, és nagyon jó a Váci Lecsó Fesztivál, meg a Dunakanyar Színház is, igen. És hogy érzitek magatokat? Hát mi mindig jól érezzük magunkat. Én igazából nem vagyok a színháznak tagja, csak segítek nekik főzni, meg ilyesmi, és így jól el vagyunk mindig. Hát úgy gondoltuk, hogy tavaly is részt vettünk ezen a rendezvényen, és az idén is úgy gondoltuk, hogy egy tojásos lecsóval, egy jó kis magyaros, szalonnás, kolbászos, tojásos lecsóval próbáljuk meglepni a járókelőket. Van hozzá egy pici erős paprika, megpróbálunk mindenkinek a szája íze szerint megfelelni. És hogy érzik magukat a fesztiválon? Köszönjük szépen, nagyon jól érezzük magunkat. Mint ahogy említettem, én már másodszor térünk vissza. Köszönjük a szervezőknek a meghívást. Részben ugye a csapatunk bemutatózott is, hogyha jövőre is kapunk meghívást, biztos, hogy részt fogunk rajta venni, mert nagyon jól érezzük magunkat. Mi az Angelától fagyizót képviseljük. Most igazából nem fagyival készültünk, hanem egy ilyen mediterrán jellegű rattatói lecsóval, ami padlizsán és egyéb adalékokat tartalmaz. Semmiféle mesterséges hozzáadatanyag nincs benne. Ez szalonna, kolbászmentes. Oregano és friss paradicsom. Így van. És bazsalikon. És bazsalikon fokhagymával. Ettől különleges. És hogy érzik magukat a fesztivál? Hihetetlenül jó, ha megisszuk még az egy üveg bort, akkor meg aztán kiválóan. Ez biztos. Ilyet minden évben, minden hónapban kellene rendezni. Én Tisza Brigitta vagyok, a Nem Hagyunk Egyedül Alapítványtól, és kolbászos szalonnás lecsot készítettünk ma, és eszméletlen jól érezzük magunkat. Idén mi először vagyunk itt. Erre a fesztiválra kétféle lecsóval készültünk, egy magyarossal és hát egy félig meddig vegetáriánus lecsóval, tökös lecsóval, kolbásztök el van főzve. És hogy érzik magukat a fesztiválon? Hát ugye nem először vagyunk kint, évről évre kijövünk, főzünk, időnként nyerünk is díjat, időnként nem, de szerintem a részvétel itt a fontos, meg a hangulat. Az Együtt Vácért választási szövetséget képviseljük, ugyanez nem egy politikai rendezvény, de a választókkal való találkozásra minden pillanatot kihasználunk. Ez a 10. Váci Lecsó Fesztivál, nagyon sokan vannak, soha nem voltak még ennyien. Mi egy hagyományos lecsóval készültünk, mert azt gondoljuk, hogy a lecsó eredetileg csak paprika, paradicsom, illetve a hagyma, illetve egy kis füstölt szalonna. Nem tettünk semmi különöset bele, egy pici gombával megbolondítottuk az egészet, reméljük meg fogjuk nyerni. Nagyon jól érezzük magunkat, jó lett az idő, hál' Istennek, kezdett csepelegni az eső, de látom, nagyon sokan is kilátogattak, és kínáljuk nagy szívességgel a lecsókat. Szóval a Váci Colnártól érkeztünk. És hogy érzitek magatokat a fesztiválon? Nagyon jól, mondhatni. Jó az idő, sokan vannak, és hamar elfogyott a lecsónk is. És milyen lecsóval készültetek a versenyre? Sima, hagyományos lecsóval, kolbász volt benne, jó sok füstölt kolbász is volt benne, meg egy másfajta jellegű is. Pető Tibor vagyok, a Fidesz csapattal indultunk itt a mai délutánon. Szerintem ez egy rettentő jó kezdeményezés a szervezők részéről. Örülök mindig annak, hogyha a városban és elsősorban a belvárosban olyan kezdeményezések vannak, amely valós civil kezdeményezések, és egy olyan cél tűz ki maga elé, amely a közösségünket összefogja, és az életünket jobb minőségűvé és élhetővé teszi. Ez egy ilyen kezdeményezés, és nem véletlen az, hogy ilyen népszerű. És milyen lecsóval készültek a fesztiválra? Hát egy sima alap, klasszikus, konzervatív lecsóval. És hogy érzik magukat? Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó.